Kenyértej. Sem a kenyér, sem a tej. Hús. Micsoda jó dolog Argentinába fölvásárolni, akár marhahúst, mert rendszerint azt hoznak onnan, csirkehúst. Jól lefagyasztják, elhozzák idáig. Hát manapság gyorsan jönnek a hajók, úgyhogy eltart mondjuk egy hónapig, de még addig se, amíg ide kerül Európa közepére, mert a kikötőkbe is eltölt egy kis időt. De nem azt a húst érdemes megvenni, amit frissen vágtak, hanem ami már ott is régi. Vagy európai nagy raktárakban ott van jó ideje, és fél évig még biztos nagyon jó az a hús a rendeletek szerint, de ha ügyesen átcímkézzük, akkor majd egy évig is. Nálunk is a mélyhűtőládákban, ugye, ez a divat, beletesszük ősszel a csirkét, egész télen, tavaszig lehet enni. Persze, nem kell takarmányozni, nem kell gondozni, nem kell hirtelen vágni, de ez a hús, amit a saját hűtőládánkból veszünk ki, az sem teljes értékű már, de amit így hosszú idő után hoznak, az megint nem jó. Ez még csak az időtényező. De milyen az a hús? Oh, fehérje. Jó az. Persze. Kellene egy olyan hormonról beszélni, amiről nem sokan beszéltek eddig, most már az egyre inkább emlegetik, amit úgy hívnak, hogy leptin. Ez a leptin, hát mondhatnánk úgy, hogy inzulin, de mondom, ez más. A leptin tulajdonképpen a szervezetben a karmester. Ugye a karmester is meghallja az utolsó kis fals hangot is, és korrigál. Na, a leptin is ezt csinálja. A leptin természetesen az emberben is termelődik, méghozzá akkor, amikor sétál, megy. Az alsó lábszár izmaiban ennek a mozgása közben termelődik. Mikor mozog? Akkor, amikor sétál. De mennyit kell sétálni? Pap Lajos professzor mondta el. Napi 1 órát legalább. 2 órát. De ha valaki, annak 4 órát kell sétálni. 4 órát az egészségéért. Ugyanígy van a jószágnál is. Amelyik jószág egy helyben ül, áll, fekszik, az nem termel leptint. Ő neki oda visszük az ételt, nem kell a csirkének elmenni 10 centinél messzebbre, eszik, iszik, és ott helyben ugye meghízik. Ugyanez van a sertésnél is. Szerencsétlennek, most már ugye vannak ilyen uniós, meg állatvédelmi jogszabályok, nagyobb területe van már, mint valamikor volt, de nem sokkal több. Annak se kell sem enni, szaladni, meg aztán végképp nem. Egészségtelen a húsa, mert nincs benne leptin. Mi minden hiányozhat még belőle? Az, ami a földben sincs, a termőföldben, az nem lesz benne a növénybe se, és ezt a növényt, amikor megetetik az állattal, akkor semmiképpen nem fogja megkapni. Tehát ő is hiánybeteg lesz. Aki megeszi ember, az is hiánybeteg. A pótlás. Mi állatorvosok nagyon régen, ugye nagyon, nagyon híres, nagy oktatóink voltak, vannak. Nálunk vitaminpótlás, ásványanyag pótlás szükségszerű tananyag, mert amennyiben a jószág nem kapja meg a megfelelő mennyiségeket, az nem tud fejlődni, csökött marad. Most embernél ilyen nincs, az egyik kicsi, a másik nagy, jó. De éppen úgy kellene az embereknek is nyomelempótlás. Itt a Délalföldön mindenki tudja, hogy ez jód hiányos terület. Jódot kéne pótolni. Valamikor a fogklinikán cserélték a sót, jódozott sóra. Mostanában a boltban azt mondják, hogy ó, ez jódozott só, ez jó só. Cink. Cink hiányos a környék.
A növények is, állatok is, az emberek is cinkhiányosak. Akkor a rézről, a vasról, meg a többiről ne is beszéljünk. De eljutottunk a sóig. Ez egy másik heppen. Akik ismernek, mert vannak néhányan, akik régóta ismernek, tudják is, hogy pap voltam azelőtt is, mondtam én olyat is, hogy vegyék a Himalája sót, mert ugye az nagyon régen kiemelkedett, és milyen jó volna a Himalája só. Csókási Zsolt barátom, ő egy ultrahangos szakorvos, 100 milliós gépe van és magánrendelője, mondta, hogy te, hát látod, ez is tisztított só. Hát mind egyforma színű. Tehát ilyen nincs a természetben. Azóta azt mondom, hogy menjen mindenki, vegyen piszkos parajdisót, nem baj, ha kősó, törje össze, és az egy megbízható só. Miért nem jó a tengeri só? 150 éve körülbelül, de lehet, hogy régebben minden szutykot az ember nagy uszályokba fölpakolva beledobálta a tengerbe. Jelenleg is, amikor kotornak valamit, több méter mélyről nejlon darabokat, zacskókat, ilyen petpalackokat, meg mindent szednek elő. Beszennyezték a környezetünket rendesen. De ezek még csak az egyesek. Van olyan, hogy nehézfémek. A só minden méreganyagot szeret magához vonni. És bizony, amikor a sót lepárolják a tengerből, sok minden belekerülhet. Tehát maradjunk szépen a régi öreg parajdisónál, több évszázadra való só van még parajdon, meg kell venni, meg kell keresni, meg kell venni. És ezek 83 elemet tartalmaznak, a 83 elemre szüksége van a szervezetnek, nem tisztított só kell, nem vákumkezelt só kell, és főleg nem csomósodás gátlóval ellátott só, mert a csomósodás gátló az vízmegkötő anyag. És már megint eljutottunk a foszfátokig, amivel csak mérgezni tudjuk magunkat. Lassan. Mert ha gyorsan mérgezne, akkor már rég be kellett volna tiltani. De nem gyorsan, szép lassan. És nem meghalunk, hanem döglődünk. És szabad gyógyszert tenni. Sokat. És eljutott oda az orvostudomány, hogy ezeket a szívbillentyűket már képes lágyékból fölment kis katéterrel, átjut a szívbillentyűhöz, és ilyen kis klipszet tesz rá. A behasadást befoltozza. És akkor nem kell nyitott szívműtétet csinálni, hanem megfoltozza. És ilyen ember, akire erre volna szüksége, úgy mondták, hogy több ezer van Magyarországon, jelen pillanatban. Aki lántensen majd oda kerül, az meg sokkal több. Mihez kéne még hozzányúlni? Tulajdonképpen ezt a Vas Albert idézetet is nagyon köszönöm, Szeged Tárogató utca 32 szám alatt lakó közösség barátaimnak, mert Vas Albertre, hát ők hívták föl először a figyelmemet, és hát csodálatos ember volt, csodálatos élete, és tényleg, mint a kő, ő maradt. Mit hallottam én ott, 15 évvel ezelőtt? Az egyik ügyvéd, nő, mesélte, hogy a kuncsaftja vett egy lakást. És miközben írták a szerződést, meg minden, hát beszélgettek, és ő mondta, hogy de jó, hogy nem az én munkahelyemen találkozunk. Hát mit csinál maga? Hát a korbonszalon előkészítő ember. És ez az ember mesélte el, ugye jó humora volt, hogy a mai hullák nem bomlanak. Tetszenek érteni? Nem bomlik. Két napig ott lehet hagyni. Rendőr ismerőseim mesélték. A krematóriumban ugye akasztott ember, stb. Ürügyén járniuk kell. Mondják, hogy az ottani előkészítő emberek mesélik, hogy a mai hullák nem bomlanak. Két napig sem. Egyiptomban régen kitalálták, mumifikálnak bennük magukat. De mi hogy csináljuk? Azokra,
a táplálékokra, amire leteszik akadémikusok és nem tudom kik a nagy esküt, hogy nyugodtan meg szabad enni a tartósítószert, ami benne van, mert 2-3 nap alatt kiürül, az nem ürül ki, az ott marad. Tehát amit tartósítószerrel tartósítanak, számítani kell rá, hogy az bizony benn marad a szervezetbe. És mondhat bárki bármit, ezek a dolgok csak arra valók, hogy a nagyipari élelmiszer előállításban a profitot rendkívüli módon fokozzák. Ráírják a szerencsétlenek, hogy fél év szabatossági idő, ét elfogyasztható ennyi ideig. Na de rájöttek már az ügyesebb kereskedők, hogy ezt is át lehet ragasztani. Hát nyugodtan átrakasztja még egy fél évvel, és senki nem veszi észre, hogy ez egy romlott élelmiszer volt, mert nem romlott. Megmarad. Az soha nem romlik. A hűtés. Valamikor régen a jeges ember járta a vidéket, és a jégtáblákat hordta, és akkor jegesbe beletették. A kútba, ásott kútba engedtük le valamikor az ételt, hogy megmaradjon. A pincébe vittük. Most már van hűtőszekrény, hűtőláda. És ehelyett fogjuk magunkat, és nátrium-benzoátot, puff bele! Pap Lajos professzor mondta, hogy a benzoát a benzolgyűrű miatt méreg. Minden előadásán 500-an, 300-an hallgatják, elmondja, hogy egyetlen falat margarint ne együnk meg, a hidrogénzett származék nem szabad megenni. Nagyon sokan hallják. Ugye, amikor bent feküdtem a kettes kórházba, éppen, hogy csak életben maradtam, hozzák a reggelit, gyönyörű fehér zsemle, megmargarinozva, és rajta a parizer. Edd meg! Hát egye meg, aki főzte. Valamikor a katonaságnál én még voltam katona, hát, kitörtünk magunkból, ha valami nem ízlett. De most kitalálták, hogy ezek az élelmiszerek igenis ízlenek, mert nagyon finomak. Csak mérgek. Szépen, lassan. És itt jön a Biokultúra Egyesület. Sokan, aránylag sokan vagyunk, akik úgy gondolták, hogy nekik az a városi hajszihő nem való. Kicsit a természethez közelebb mentek, vettek kecskét, birkát, ezt-azt, kínlódtak az élettel, szegények, de mégis jól érzik magukat, van néhány ilyen közösség, falu, ami így biokultúra módon próbál élni. Szabad-e ennyire elrugaszkodni? Én azt tudom mondani, hogy aki már olyan betegségeket szedett össze, annak sajnos egyetlen falat is nagyon ártalmas lehet ezekből az élelmiszerekből. De aki még az elején van, az télen, szükség esetén ezekből ehet, de ne rendszeresen. Ne tegye azt, amikor tavasszal ott volna a kertbe a zöld borsó, hogy akkor elmegy Mireli tér, mert hogy annak semmi baja nincs, frissen zsemgén lefagyasztották, csak éppen az a baj, hogy fagyasztott. Ki kéne menni a kertbe, néhány bokrot megszedni, és azt frissibe beletenni a levesbe. Ugyanez van a répával, a zöldséggel. Tanyavilágba, nézzetek szét, nincsen kiskert. Valamikor régen meg nem lehetett zöldbab, répa, zöldség nélkül egy kert. Mindent megtermelt, úgy kicsikéket, hogy a levesbe azonnal bele lehetett tenni. Most nincs. Elmegy ilyen boltba, olyan boltba, megveszi holland, gyönyörű, olyan jó néz ki. Na de leteszi a konyhaasztalra, és az a bizonyos répa egy hét múlva is ugyanúgy néz ki. Amit meg kihúzott a kertből, az hónapra fonnyadt. Valami csak van.
Választani kell a fonnyattat. Ígéretet tettem az egyik ápolónknak, Csanádnak, mert a múltkori előadásomat, nem volt az csak 10 perc, egy hét alatt sem nézte meg. Mondtam neki, Csanád, ha nem nézed meg, a mai napon kiénekellek. Úgyhogy Csanád, megtettem. Másik ígéretet is tettem, vitaminokkal kapcsolatban, egy kolléganőnek. Elmondtam, hogy meg fogom említeni a G-vitamint. Ez a vitamin, saját gyártmány, mármint az elnevezés, a mag szóból a G betű. Magot. Tessenek, szívesek megigyezni, hogy magot kellene enni minden nap. Mit? Legegyszerűbb, ha diót esznek. Valamikor, amikor a hadifogságból hazaért egy-egy hazánk fia, és jó házi orvosához elment, a körzeti orvos bácsihoz, Zákány székről tudom ezt a történetet, azt mondta, fiam, nehogy egyél, nehogy sokat egyél. Vegyél egy zsák diót, és tavaszig törögesd meg. És akkor majd az anyagcseréje be fog indulni, szépen lassan, mert a diónak olyan remek kis zsírtartalma van. Ezt tudom mondani, hogy együnk minden nap egy kevés magot, mogyorót. Famogyorót, ne a földi mogyorót, famogyoró biztosabb. Minél magasabban termett egy gymölcs vagy egy csonthéjas, annál biztosabb, hogy azok a bizonyos bacik, amivel trágyázták a földet, nem jutnak föl. Tessék elhinni. Megint csak példa. Pest mellett termelt valaki földi epret, és a magyar csapat szalmonellába megbetegedett. Mert a földi epret, ezekkel a cippantós kocsikkal, emberi fekáliával öntözték. És kiderült, hogy nem ám akkor, amikor rácsapódhatott volna az eperre, hanem a földből szépen felszívódtak. Tehát a földi eperbe föl tud menni magába a gyümölcsbe, a baci, a gyökereken keresztül. Hús, tej, majdnem minden megvolt. Mit együnk? Olyan jószágnak a húsát, akit az unokával, gyerekkel, úgy évközben háromszor, négyszer, hetente megkergettettünk. Amikor kicsik voltunk, itt nőttem föl Fekete-Szélen, hogy szerettük kergetni a malacot, meg a tyúkokat, úgy röppentek. Ettől lett finom és jó, egészséges a húsa. Meg kell kergetni a jószágot ahhoz. A lónak a húsa. Sokan mondják, milyen egészséges a lókolbászt. Szeretjük is néhányan. De ugye, a ló az társállat majdnem, csak nem fogjuk megenni a társunkat. Kevesebbet eszünk, vannak olyan vidékek, olaszok, franciák, imádják a lóhúst, eszik is. A romániai lóhúsból Angliában hatalmas botrány volt, mert marhahúsként keverték bele. Aztán kiderült, hogy lóhús. Pedig a lóhúsnak a vastartalma és egyéb tartalma igen magas, tehát van olyan, ebben a teremben is van olyan, akinek azt mondták, hogy rendkívül rossz a vérképe, olyan vasszegény, vérszegény, hogy az kriminális, nem vesszük le a vérét. Megévett 20 kiló lókolbászt, és visszaállt. Ennyi. Csak észre kell venni. És nagyon sokan vagyunk úgy, az én kuncsaftjaim is, hogy látnak valamit, fölfigyelnek valamire, nem értik még, hogy mit láttak, mert olyan furcsa volt, de lehet, hogy elmesélik, ha beszélgetünk. És a másiknak asszociál valamit.
és beindul egy sróf, egy kukac, és ebből vannak a nagy dolgok. Amikor nekem azt mondták, hogy a mai hullák nem bomlanak, hát legyintettem. 15 év telt el, hogy rájöttem, hogy hát persze, hogy igaza volt. És van így mással is. Nem szoktam, nem tudok, nem szeretek sokat beszélni, úgyhogy körülbelül ezt az előadásomat is így ezzel hirtelen abba is hagynám. Ha valakinek olyan kérdése volna, arra megpróbálok válaszolni, de fogadják el, hogyha azt mondom, hogy nem tudom. Hát hogy tudna az ember annyi mindenre? Itt önök között sokan vannak olyanok, akiket én úgy hívok, hogy 5-6 kerekes. Tehát nem azon a nyomon jár, mint az összes többi ember, mert észrevett már valamit, és egy kicsit különleges. Más. Na most őnekik vannak olyan tapasztalataik, amit én se tudok, mert nem is hallottam még róla. Tehát ne vegyék zokon, hogyha azt mondom, hogy nem tudom. Tehát ha volna egy kérdés, vagy kettő, akkor szívesen válaszolok, de nem muszáj, ez nem. Köszönöm szépen.